Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb enyhítés Szekszárdon, a piac után a vásár is kinyit. A sportigazgató leváltását kérik, új vezető kinevezését javasolja a szekszárdi Fidesz-KDNP frakció. Félhortra verték, majd magára hagyták, másfél órát töltött eszméletlenül egy férfi vár alján, mire a segítségére siettek. Teljes szezonra készülnek, újabb épületeket korszerűsített Bonyhád a Várajai parkerdőben. A piac után a vásár is kinyithat jövő héttől Szekszárdon, jelentette be Ács Rezső, a város polgármestere. A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárt területet május 24-től újra birtokukba vehetik az árusok és a vevők. Ráadásul nem alakítottak ki külön idősávot a 65 éven felülieknek, így bármikor ki lehet menni. Az üzemeltető figyel majd arra, hogy ne alakuljon ki tömeg. Május 9-én nyitotta meg kapuit a szekszárdi piac, rengetegen kilátogattak a Szekszárd központjában álló piactérre, és mindenki betartotta a szabályokat. Sem a védőfelszerelésekkel, sem a védőtávolsággal nem volt probléma. Ács Rezső Szekszárd polgármestere bejelentette, május 24-én vasárnap pedig a vásártér nyithat ki a piacon érvényben lévő szabályoktól eltérő módon. Bár maszkot és kesztyűt itt is kötelező viselniük az árusoknak, és a vevőknek is el kell takarniuk a szájukat, orrukat, és kezüket nekik is le kell fertőtleníteniük a bejáratnál, vásárlási idősávot nem jelöltek ki az idősek számára. Itt a vásárban ennek jelentősége nincsen, nem is tudnánk betartani, úgyhogy a délelőtt nyitás folyamán tulajdonképpen mindenki bármikor bemehet. Egyre figyelünk az üzemeltetőnek, különösen felhívtam figyelmét, arra figyeljen, hogy egyszerre túl nagy tömeg ne legyen bent. A polgármester beszélt arról, hogy a szekszárdi strandot legkésőbb július 1-én kinyitják, addig a karbantartási munkálatoknak be kell fejeződniük. A városvezető úgy fogalmazott, azon ráér később vitatkozni, hogy kinek a felelőssége, hogy ez eddig nem történt meg. Az elmúlt két hónapban a sportközpontnak a vezetése semmit nem tett annak érdekében, hogy a karbantartás, javítás, illetve beruházások elinduljanak, és meg tudjuk nyitni a úszoda. Ezért látogattam ki, és azt a döntést hoztam, hogy ezeket el kell végezni, ezeket a javításokat. Az új szekszárdi úszoda pedig az őszre elkészülhet, tette hozzá a polgármester. Eközben zajlanak Szekszárd különböző pontjain az úgynevezett sarokkoncertek, hogy azok is tudják élvezni a zenés produkciókat, akik kénytelenek otthon lenni. A szekszárdi polgármesteri hivatal várja a helyiek javaslatait, hogy legközelebb hol tartsák meg a következő zenés rendezvényeket. Vonja vissza Szekszárd polgármestere a próbaidő alatt lévő helyi sportközpont igazgatójának, Malomsoki Krisztiánnak a megbízását. Ezt kéri a Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője. Máté Péter szerint elfogadhatatlan, hogy az élményfürdő üzemeltetéséért is felelős sportközpont vezetője most májusban akarja kijavítatni az egyik medence megrongálódott burkolatát, amikor lassan már nyitni kéne. Máté Péter az épülő sportuszodáról is beszélt sajtótájékoztatóján. A munka ott szeptemberre érhet véget. Szándékosan bonthatták túl a szekszárdi fürdő élménymedencének burkolatát. Erről beszélt pénteki sajtótájékoztatóján a Fidesz-KDNP helyi frakció vezetője. A medencénél hétfőn tartott helyszíni bejárást Ács Rezső, a város polgármestere. Máté Péter azt mondja, a medence állapotát csak a médiában látta, de szerinte elfogadhatatlan, hogy Malomsoki Krisztián, a szekszárdi sportközpont vezetője a javításnak májusban nem sokkal azelőtt akar nekiállni, amikor már nyitnia kéne a strandnak. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője szerint ezért Malomsoki Krisztián megbízását vissza kell vonnia Ács Rezsőnek. Polgármesterrel az ügyvezető nem igazán tud együttműködni. Amennyiben ez nem megy, és látjuk, hogy nem megy, ezért javasoljuk, a polgármester próbaidő alatt vonja vissza a megbízást, tehát próbaidővel szüntessen a munkaszerződését, ez a városnak nem jár költséggel, tehát ez 6 hónap próbaideje van, az még nem telt le, és nevezzen ki egy helyi kötődésű embert, akivel együtt tud dolgozni.
A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője arról is beszélt sajtótájékoztatóján, hogy Ács Rezső polgármester intézkedéseinek köszönhetően folytatódhat a sportuszoda építése. A próbaüzem várhatóan ősszel kezdődhet el. Szeptember 30-áig be kell fejezni a kivitelezőnek a munkát. Az elvégzett munka után részszámlák alapján fizetünk. Ezekre a munkáknak a költsége a rendelkezésünkre, tehát a városi költségvetésen kívül a modernizációs programból a pénz itt van, és megvan rá fedezet. A Fidesz-KDNP szekszárdi frakció vezetője szerint tehát az új városi sportuszoda próbaüzeme ősszel kezdődhet el. Pakson is enyhítenek az eddigi intézkedéseken, megnyílnak a játszóterek és a vendéglátóhelyek, és készülnek a strandon is a vendégek fogadására. A paksi polgármesteri hivatal is fogadja az ügyfeleket május 18-ától. Miután tovább enyhítettek a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan bevezetett intézkedéseken, Pakson is megnyithatnak a vendéglátó egységek, de zárt terekben kötelező betartani a védőtávolságot és a maszk viselésétől sem tekintenek el. A paksi polgármesteri hivatal is fogadja az ügyfeleket május 18-ától. Most még védőszalag jelzi, hogy tilos a játszótereket használni, ám hétfőtől újra birtokba lehet venni ezeket a játékokat. Pakson is megnyílnak ugyanis a szabadtéri játszóterek, amiket a hétvégén fertőtlenítenek le. Előtte mindenféleképpen fertőtleníteni fogunk, tehát a hétvégén fog megtörténni a fertőtlenítés ezeken a játszótereken, a már korábban megkezdett folyamatot itt is elvégezzük. Hétvégén a vegyszerezés miatt még nem használhatják a játszótereket a paksiak. A jelenleg hatályos korlátozó jogszabályok vasárnap éjfélig érvényesek, az enyhítés hétfőn 0 órától lép érvénybe. Szabó Péter elmondta, a bölcsödék, óvodák, iskolák továbbra is zárva tartanak, ahogy eddig is, de gyerekfelügyeletre van lehetőség a meghatározott szigorú szabályok betartása, betartatása mellett. Amióta ugye elkezdett azért szépen lassan visszaállni a rend, nyilván azért ragaszkodva ahhoz, hogy a higiéniai szabályokat betartsuk, az elmúlt két hétben valóban emelkedett a bölcsődei és az óvodai szolgáltatást igénybevevők száma. A bölcsödébe és az óvodákba továbbra is várják a gyermekeket, akiknek a felügyeletét és ellátását a szülők otthon nem tudják megoldani. A szabadtéri strandok megnyitására is lehetőséget ad egy korábbi kormányrendelet. A paksi strand felkészítését is megkezdték a nyitásra, a részletes szabályok kidolgozása jelenleg is tart. Ezek részleteiről és a nyitás időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást. Félholtra vertek, majd egyszerűen egy kerítésnek támasztottak egy férfit vár alján. A támadó úgy megverte, hogy az áldozat agysérüléseket szenvedett. Több mint másfél órát töltött eszméletlenül, mire egy járókelő segítséget hívott hozzá. Fényes nappal a nyílt utcán verte félholtra áldozatát a mindössze 23 éves váraljai férfi. Azért támadt rá, mert szerinte az áldozat korábban összeveszett az apjával. Mindkét arccsontját eltörte, ezután az addigra már eszméletlen férfi hátraesett, aminek következtében eltörött a koponyája, az agyában pedig bevérzések keletkeztek. Az ájult férfit ekkor megpróbálta a támadó fellocsolni, de nem tért magához. Az élettelen testet a saját szülei házához vonszolta, ahol egyszerűen lefektette a földre. Nem sokkal később újra megpróbálta fellocsolni, de a férfi csak hörgött és kapálózott. Még mindig nem tért magához. Több mint másfél órával az ájulás után végül a 23 éves férfi egyszerűen rátámasztotta az ájult áldozatot egy kerítésre. Végül egy járókelő hívott rendőrt. A kegyetlen fiatal férfit a rendőrök még aznap elfogták, azóta börtönben van. Ítéletet még nem kapott, de most már biztos, hogy az első fok végéig nem engedik ki a rácsok mögül. A bűncselekmény olyan erőszakos jellegű, amely indokoltá teszi a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek a fenntartását. Különös oka a letartóztatásnak az, hogy a férfi korábban már volt büntetve hasonló személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt, és ez mégsem tartotta vissza attól, hogy újabb hasonló jellegű bűncselekményt kövessen el. A bíró szerint az sem kizárt, hogyha a férfit kiengednék, újra bántalmazná a korábban félholtra vert áldozatát. Az ügyben egyébként a támadó szülei is vádlottak lettek, mert nem nyújtottak segítséget az életveszélyes sérüléseket szenvedett áldozatnak.
A saját 16 éves lányával és a feleségével árult drogot egy bonyhádi férfi, a kábítószerkereskedő családnak mindhárom tagja vádlott lett. Az ügyben most született ítélet, és most először fordult elő Tolna megyében, hogy az elsőrendű vádlott egyességet kötött az ügyésszel annak érdekében, hogy kevesebb börtönt kapjon. Az eredeti indítvány szerint 6,5 év várt volna rá, ám a megegyezés után az ügyész ennél jóval enyhébb büntetést kért a drogkereskedő családfőre, akinek a lánya ellen még most is tart a bírósági eljárás. A szekszárdi járásbíróság az első rendű vádlottat két rendbeli, egy esetben társtettesként elkövetett kábítószerkereskedelem büntettében, valamint kiskorú veszélyeztetésének büntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 5 évi közügyektől eltiltásra, valamint 200 napi tétel pénzbüntetésre ítélte. A bíróság a pénzbüntetés egy napi összegét 10 000 forintban állapította meg. Újabb rekonstrukción esett át a bonyhádiak kedvelt kirándulóhelye, a Várajai tábor. 6 ház korszerűsítését végezte el a fenntartó bonyhádi önkormányzat. A tervek szerint a vírusjárvány ellenére teljes szezont bonyolítanak majd a parkerdőben. Még kap egy szekrényt minden szoba, és akkor jöhetnek a gyerekek. A megújult 6 ház egyikét mutatja Filóni Ferenci Bolya bonyhád polgármestere. A város évek óta jelentős forrásokat fordít a tábor korszerűsítésére. Ezúttal a 4 évtizedes adósságot törlesztve a házakat korszerűsítették. 2 évvel ezelőtt 331 millió forintból újultak meg a közönségi terek, most a szálláshelyekre kerülhetett a sor. Örömmel számolhatok be arról, hogy 6 háznak a felújítása történik most a napokban, már csak az utolsó simítások vannak hátra, és néhány héten belül nagyon bízom benne, hogy a gyerekek birtokba is vehetik. A vírusjárvány ellenére a fenntartó bonyhádi sportcentrum teljes szezonra készül, ami 60 gyerek üdültetését jelenti. Emellett a kulcsos házakba várják a turistákat. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet ellenére továbbra is olyan nyarat tudunk produkálni üdültetés szempontjából, mint a tavalyi volt. A mostani felújítás is arra szolgál, hogy tovább tudjuk növelni a szolgáltatásaink minőségét. A tervek szerint a jövőben téliesítenék a házakat, így nyújtva a turista forgalomra jutó időt, és növelve a vendégészakák számát. Eddig a tavaszi fagyokat leszámítva száraz, az átlaghoz képest meleg volt az idő, ami a növényvédelemben is újabb fordulatokat eredményezett. Nem a kórokozók szaporodtak el, hanem a kártevők. Ellenük kell most védekezni. A szőlős gazdáknak a lisztharmattal lesz gondjuk, a szántóföldi növényeknél pedig a rovarkárosítók ellen kell majd védekezniük a gazdálkodóknak. Gyümölcs múmia, ami rajta maradt, ugye tavalyi fertőzés közvetíti az idénre. Vörös Géza növényvédelmi szakember éppen azt mutatja, mi keserítheti meg a gazdák életét idén, ha nem fordítottak kellő figyelmet a gyümölcsfák védelmére. A fákon lehet látni a tafrinát, vagyis a gombás betegséget, mert bár nem nagyon volt csapadék, a hideg kedvezett a kialakulásának. Eddig a tavaszi fagyokat leszámítva, száraz az átlaghoz képest meleg volt az idő. A növényvédelemben ez újabb fordulatokat eredményezett, mert most nem a kórokozók elleni, hanem a kártevők elleni védekezés a hangsúlyos. A szőlős gazdák is számíthatnak újabb feladatokra, magyarázza Vörös Géza. A lisztharmat miatt lehetnek gondok, a peronospora egyelőre nem veszélyezteti a szőlőt. Teljesen meglepő módon jöttek elő az idén a levélatkák, a szőlőlevélatka, ami általában nem szokott olyan mértékben jelentkezni, mint az idén, és ezek a tünetek még a fakadást is nagyon megnehezítették egyes fajtáknál, még most se fakadt ki pár ügy, amikor már vannak 1 méteres hajtások is más fajtákon, tehát széthúzta a szőlőnek a fejlődését ez az időjárás. A szántóföldi növényeknél is a rovarkárosítók ellen kell védekezni, tette hozzá a szakember. A lisztharmat levélbetegségek nem olyan mértékben fordultak elő, mint korábban. A vetésvehérítő bogarakra azonban nagyon oda kell figyelni, a gabonáknál, kukoricánál pedig majd az amerikai kukoricabogár lárvája fog kelni nem sokára, ott lesz gond, ahol nem tettek talajfertőtlenítőt. A májusi cserebogár nagy számban rajzott a kertekben, sok kárt okozva, most pedig a hozzá hasonló aranyos virágbogár teszi ugyanezt. Elsősorban a cseresznyét fogja majd fölkeresni, medgyet és málnát, tehát olyan gyümölcsök, ami korán érik, földi epret, de a dísznövényeken is láthatjuk a kártételét, és ott pedig a piacosságát, a díszítő értékét fogja rombolni.
Ezen kívül a poroskafélék okozhatnak még kellemetlenséget, amik már most előjöttek a téli rejtek helyükről, és felkeresik lassan azokat a növényeket, amikben kárt lehet tenni. Így figyelni kell rájuk a zöldséges kertünkben. A levéltetű invázió most elmaradt. A kártevők a füllet, esős, zivataros időjárás szeretik, így ha később ilyen idő várható, rájuk is számítani kell. Regionális híreink következnek. 100 új munkahelyet hoznak Komlóra, elkezdődött az acélipari cég építkezése. Otthon legényeseznek Somogyban, videókon mutatkozik be a Somogy Tánc Együttes. A csapatsportágak közül utolsóként a Vízilabda Szövetség döntött, az elnökség lezárt minden bajnokságot. 100 új munkahelyet hoz Komlóra az a magyar családi cég, amelyik csütörtökön kezdett üzemépítésbe a Baranyai városban. Az önkormányzat kedvezményes telekvásárlással segíti a 3 milliárdos beruházás megvalósítását. Komlón a munkanélküliségi ráta a hazai átlag fölött van, ezért kell a polgármester szerint minden kedvezményt megadni a betelepülő vállalkozásoknak. Ez annak a baranyai családi cégnek a honlapja, amelyik most kezd üzemépítésbe Komlón. Ezek a beruházás látványtervei, amit csütörtökön mutattak be a helyszínen. Bádogosipari termékeket fogunk gyártani, nagyszériás termékeket, illetve gépalkatrészeket különböző atomerőművek, illetve olyan olajipari cégeknek, ahol nagyon le kell figyelni hozzáadott értéknek a minőségi szintjére. Illetve ezen kívül szeretnénk egy kutatásfejlesztési intézetet is létrehozni, ahol a térségben lévő erőkből olyan termékeket alkotni meg, illetve olyan termékeket gyártani, ami akár egy ilyen válságos időszakban is ugye jövőképet biztosít. A 3 milliárdos beruházás jövő év végére készül el. A komlói önkormányzat telket adott az üzem megépítéséhez, és vállalta, hogy kiépíti a közműveket, az utat a területen. Cserébe munkalehetőséget biztosít a betelepülő acélipari cég a térségben élőknek. 100 munkahelyet fog teremteni. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy a munkahelyteremtés segítse. A vállalkozó tud munkahelyet teremteni. Ennek érdekében az önkormányzat ezt a telket teljes infrastruktúrális ellátottság biztosításával 125 forint per négyzetméterért értékesítette. Mondhatjuk tényleg egy jelképes összegért. Komlón a munkanélküliségi ráta az országos átlag felett van. Ezért fontos a polgármester szerint, hogy segítsenek minden olyan vállalkozásnak, amelyik munkahelyeket hoz a Baranyai városba. Május 20-áig kell a személyi jövedelemadó bevallásokat benyújtani a NAV-hoz. A határidő közelettével a Baranya megyei tapasztalatokról beszélt stúdiónkban az adóhatóság sajtóreferense. Barlai Krisztina kiemelte azokat a pontokat, amik sokszor félreértésekre adnak okot a bevallás benyújtásakor. Ilyen például a családi kedvezmény igénybevétele, amit nem minden adózó érdemez az előírásoknak megfelelően. Sok esetben előfordul az, hogy ugyanazt a kedvezményt többen veszik igénybe családon belül is, és előfordulhat, hogy ennek visszafizetési kötelezettség lesz a vége. Ugye a családi kedvezménynek az érvényesítése kapcsolódik a családi pótlék jogosultsághoz, tehát oda kell arra figyelni, hogy ki jogosult családi pótlékra, akik azok, akik ezzel kapcsolatban igénybe vehetik a családi kedvezményt, illetve hát a családi kedvezmény igénybe vehető úgy is, hogy egy valaki veszi igénybe, meg lehet osztani. Legényes otthon és karantén karikázó. Online őrzik a néphagyományokat a Somogy Tánc Együttes tagjai, akik a koronavírus járvány miatt március közepe óta nem tudnak személyesen találkozni és próbálni. Az internetnek köszönhetően azonban rendszeresen jelentkeznek kreatív videókkal. Angyalok pörget a lapjára.
karantén karikázót készítettek a közelmúltban a Somogy Táncegyüttes lánytagjai. Ezt az interneten is megosztották, megmutatva, hogy a koronavírus járvány idején is kreatívak. Mindenkinek otthon kellett bekapcsolódni, és nagyon ügyesen oldották meg ezt a kis filmet Kok Máté táncos társunknak a segítségével, mert hiszen meg tudták azt csinálni, hogy egymás kezébe adták át az üveget, tehát tényleg olyan volt, mintha egymás mellett lettek volna. Nagyon örülök neki, hogy járnak a gondolataik, és megpróbálnak a hagyományhoz kötődő olyan foglalkozások, vagy olyan programokat, vagy olyan újszerű kezdeményezéseket csinálni, ami esetleg felkeltheti mások érdeklődését is. A Somogy Táncegyüttes tagjai március közepe óta nem találkoztak, és nem próbáltak személyesen, de az interneten tartják a kapcsolatot, mesélte Csikvár Gábor. A járvány kezdete óta már több videóval is jelentkezett a Somogy Táncegyüttes, amely a mostani Közösségek Hete online programjához is csatlakozott. Felkért bennünket az Együd Árpád Kulturális Központnak a vezetősége, hogy készítsünk például erre hétre Somogy Táncegyüttes történetéből egy anyagot, ami azt jelenti, 70 évet ünnepeltünk, 70 éves fennállást tavaly évben. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt a 70 év történetét szeretnénk feldolgozni, úgyhogy minden este feltöltünk egy kis videóanyagot, amiben szöveges tájékoztatás, archív fotók jelennek meg azokból a korokból, természetesen ezeknek is van zenei aláfestés, ezek ilyen 3 perces kis snittek, de úgy veszem észre, hogy talán ez is felkelti az érdeklődését az embereknek, hát ilyen formán tudunk valahogy megmutatkozni. Elindult a Kaposvár, utána ment ott a szár, nézi azt a kazimány, jögi azt a kis gyalán, evett fiatot szabadé, komája lett nagy beki, váva asszony, a hagyományőrzés szeretete hozta létre 1949-ben a Somogy megyei népi együttest, amelynek létszáma pár év alatt 68 főre nőtt. Hajdalán még énekkar és cigányzenekar is tartozott a csoporthoz, idézik a múltat a kis videókban. A Somogy Táncegyüttes jelenlegi tagjai pedig már a jövőbe tekintenek. Július végéig mondták vissza fellépéseiket, de bíznak benne, hogyha a járványügyi helyzet engedi, akkor augusztusban már újra színpadra állhatnak. Hivatalosan is véget értek a vízilabda bajnokságok hazánkban. Az Országos Szövetség március 11-én döntött erről, ami azt jelenti, hogy nincs végeredmény, se bajnok, valamint kieső sincs. Pécsett azonban nem állt meg a munka, hiszen meg kell találni Lukács Gergely leköszönő vezető edző utódját. A felnőtteknek július 1-én kell jelentkezniük, és akkor a tervek szerint meg is kezdik a felkészülést. Nincsenek könnyű helyzetben a vízilabdázók. A csapatsportágak közül utolsóként május 11-én a Vízilabda Szövetség döntött, és lezárt minden bajnokságot. Arról, hogy az európai kupákban mely csapatok indulhatnak majd, elnökségi határozatot hoznak valamikor ősszel. Szomorú hírek is érkeztek. Szombathelyen bejelentették, hogy sajnos jövőre nem tudják vállalni az első osztályú szereplést, illetve Egerből is a hétközben olyan hírek érkeztek, hogy gyakorlatilag csődbe ment az egri csapat. Most ott próbálnak valamilyen megoldást találni. Senki nincs könnyű helyzetben, ugye több mint 2 hónapja állnak már az edzések, az úszodák zárva vannak. Jelen pillanatban edzeni már lehetne, tehát arra már engedélyt kaptunk. Pécsett a felnőtt csapat még nem edz, de a vezetőségnek sok munkája van, hiszen a játékosokkal és a leendő új vezetőedzővel, azaz Lukács Gergely utódjával is egyeztetnek. A játékosok közül 2 biztosan távoznak, a többiek pedig azt jelezték, hogy a kényszerszünet után is itt szeretnék folytatni pályafutásukat. A cél, hogy a csapat gerince megmaradjon. Már túl vagyunk egy személyes tárgyaláson a leendő, reményeink szerinti leendő vezetőedzővel, illetve szponzorokkal is tárgyaltunk, és bízom benne, hogy jövő hét elején a vezetőedzőt is be tudjuk jelenteni majd a közönségnek, illetve már a csapat gerincét is bejelenthetjük majd, kik azok a játékosok, akikkel megállapodtunk. A felnőtteknek július 1-én kell jelentkezniük, és akkor a tervek szerint meg is kezdik a felkészülést. Jelenlegi állás szerint augusztusban lesznek majd magyar kupa mérkőzések, de a részleteket még nem ismerik a csapatok. És végül nézzük még egyszer Tolna megyei híreinket röviden. Újabb enyhítés Szekszárdon, a piac után a vásár is kinyit. A sportigazgató leváltását kérik, új vezető kinevezését javasolja a szekszárdi Fidesz-KDNP frakció.
Félhortra verték, majd magára hagyták, másfél órát töltött eszméletlenül egy férfi vár alján, mire a segítségére siettek. Teljes szezonra készülnek, újabb épületeket korszerűsített Bonyhád a Várajai parkerdőben. Szombaton felhős idő ígérkezik, csak néha süthet ki a nap, csapadék estig nem várható, éjjel kisebb zápor lehet. Vasárnap esős, borongós, hűvös időre készülhetünk, délután süthet csak ki a nap, hétfőn naposabb, melegebb időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!